Többek közt a Zöld Alma program, az Asztma Allergia Klub, a gyermektáborok, a lakossági virágosítási versenyek, a Sóbarlang mind kiválóan működtek az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány szervezésében az elmúlt időszakban. Sáhi Manuela 12 évig irányította a szervezetet, nevéhez több olyan program is kapcsolódik, mely nagy sikerrel zajlott. A Zöld Oldal programot annak idején Sári Miklósné, akkori DC Dunakom Kft. Ügyvezetőjével közösen indítottunk el, ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és remélem, hogy a városvezetés újból fölveszi ezt a kis programot a lehetőségek közé. Ugye itt általános iskolás gyerekeket, illetve óvodás gyerekeket vontunk be a szelektív hulladékgyűjtés témakörébe, oktattunk, füzetek voltak, tehát ez egy nagyon jó program volt, illetve ami hozzám kapcsolódik még, az a Virágos Matrica program, amit annak idején 2008-ban valósítottam meg először. Úgy gondoltam, hogy mindenki megérdemli azt, akinek a kertje szép, virágos, rendezett, gyommentes, hogy egy kis matricát kapjon, hiszen a lakossági virágosítási versenyben jelentkezni kell, nem automatikus a részvétel, és úgy gondoltam, és látom is a mai napig, hogy a családi házak postaládáján ott vannak a matricák, tehát ez egy nagy öröm számomra. Sáhi Manuela leköszönő irodavezetőt Molnár Viktória váltja, aki két évig önkéntesként segítette a civil szervezet munkáját. Először a gyermektáborok lebonyolításába, később a többi programba is bekapcsolódott. Jövő héten lesz az első, a sporttábor, illetve augusztusban lesz az akarattábor. A gyerekek már meg voltak hívva, ugye a tagdíjat ki kellett fizetni, így ez alapján meg tudtuk szervezni a táborokat, sem a családoknak, sem a gyerekeknek nem akartunk csalódást okozni, úgyhogy sok szeretettel várjuk már őket jövő héten. A sporttáborban délelőtt foci edzés lesz, délután pedig strandra megyünk, illetve meglátogatjuk a Paksi Múzeumot, ahol lesz majd egy kis kézműveskedés. Az akarattáborban a Gemenci erdőbe fogunk elmenni, a Kisvasút. Rendeznek egy egész napos programot, illetve ott is leginkább a strand a fő program, és kézműveskedünk délután. Augusztusban a virágosítási verseny díjkiosztója következik, melyre a résztvevőket apró ajándékokkal várják, a helyezettek pedig további elismerésekben részesülnek majd.